Édesapám, ugye a szokásos kutyasétáltatás reggeli órákban, és itt ebbe az utcába történt, ugye hozta a Kenit kutyánkat, és egyszer csak ott a bokorból előjött a másik kutyus, és ugye hát nem feltételezett semmit, mert nem szokott probléma lenni. Tehát előfordul persze néha, hogy kimannak kutyák, de általában semmi nincsen. És egyszer csak neki támadt, tehát ilyen teljesen máratlanul, ugye valószínűleg először lehet, hogy ilyen játszási szándék volt mögötte, de aztán nem az lett belőle. Úgyhogy ugye édesapám megpróbálta a kenit elhozni, akkor ugye a kutyán köztönösen megijedt, akkor egy picit visszakapott neki, de ugye egyből rá is jött, hogy, hogy hát a, gazda az, hogy nem kellene, és végül is azt hiszem, hogy hármuknak két, egy, egy idősebb úriember és egy hölgy jött kisegíteni, és ugye úgy, úgy sikerült elkergetni lényegében a kutyát, hogy apukám elengedte a kenét, és akkor ő ugye visszamordult rá. Ami a mi kutyánktól egyébként, tehát hogy mindenkivel barán, meg lefekszik, aztán simogassa mindenki úgy, ahogy akarja. Úgyhogy azért megijedt, tehát azért neki is ez olyan váratlan volt, hogy úristen, nekem támadt egy másik kutya. A közösség oldalon lehetett látni, hogy kisebb sérülések is lettek azért az hát, eset után. Igen, 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 de ugye az, az hogy itt a nagy hébe történtek az események, ugye szegény kutya ösztönösen ugye megijedt, ahogy apukám megpróbálta visszahúzni, és akkor így, vissza visszacsapott, ugye, tehát az, az abszolút ami kutyánk volt, de egyből rá is jött, hogy, hogy nem tehát, hogy nem kellene, meg, meg nincs, nincs úgymond veszélyben. Ugye, csak hát ilyenkor stresszben vannak, megijednek, Ilyenkor nem is nagyon, tehát ilyenkor ugyan el kell őket engedni. Ha jól tudom, volt egyeztetés a másik kutya gazdájával, ez hogy sikerült? Hát ez, ez teljesen, tehát nincs semmi harag, meg nem, tehát nem akarunk semmi feszültséget kelteni, csak az, hogy Sajnos a kutyáknál az előfordul, tehát most akármi inger éri őket, ki tudja, hogy, hogy most lehet, hogy egyébként gyerekekkel, más kutyákkal jól el van, de most lehet, hogy érzett valami olyan szagot, ilyesmit, tehát nem, egyszerűen nem lehet tudni, és ugye ezért kellene arra nagyon odafigyelni, hogy hogy, hogy tartjuk a kutyát, főleg, hogyha ugye tudjuk, hogy szökős, hogy előfordul, hogy kijön, akkor, akkor arról oda kell figyelni, szerintem. De végül is megbeszéltük, tehát semmi probléma nincsen, meg, meg tényleg elnézést kértek ők is, meg végül is itt se történt nagyobb baj, hát annyi, hogy ugye apukám egy picit megsérült, uh, illetve hát ugye a kutyánk azért egy, azért egy kicsit úgy megrázta a dolog, tehát egy ilyen két nap, vagy hát nem két napig, de egy jó két órán keresztül csak ült a bokorban, és így nézett, hogy most nem értem, hogy történt velem. Tehát nagyobb gond, nem is történt, de a felelős kutyatartása azért mindenképpen nem árt felhívni a figyelmet. Az eset kapcsán sem? Hát így. Így. így van, mert ugye nekünk is volt egy olyan időszak a mi kutyánkkal, hogy labrador keverék, ugye rájött, hogy ki tud jutni, mert pici, és és ugye meg kell csinálni egyszerűen, mert nem nem csak azért, hogy ne szökjön meg, hanem hogy tényleg ne, ne fordulhasson ilyesmi elő. Sajnálatos módon ilyen incidensek elég gyakran előfordulnak, és tapasztalataim szerint elsősorban itt a családi házas környezetben, de nem egy esetben városban is, hiszen nemrég mondjuk a Lámpagyári utcában magam tapasztaltam, hogy egy testesebb kutya lépcsőházba kergette gyakorlatilag a kisgyermeket, és ott ő kellett szólni a szakembereknek, hogy segítsenek. Én azt gondolom, hogy amit lehet, azt a magunk részéről meg kell tenni. Én a ma a polgármesterrel tárgyalni fogok, és kényi fogom, hogy egy szakmai tájékoztató anyagot állítsanak össze, szakemberek bevonásával, és ezt lehetőség szerint az összes lakó, városi lakó kapja meg, hiszen itt a felelős Ebbtartásnak azért egyrészt szabályai vannak, másrészt meg kritériumai. Harmadrészt nem árt azt se tudni, hogy hasonló szituációban mondjuk egy vétlen ember mit tehet. Nem titok, hogy a közösség oldalon ment híre ennek a konkrét esetnek. Hogy fogadták a poliniak, illetve milyen az utó viszony? Hát ugye ilyenkor általában van egy általános ilyettség. Azt azért el kell mondani, hogy itt mondjuk a legutóbbi esetben alapvetően két barátságos kutyának a, a párharcáról volt igazából szó. Én azt gondolom, hogy még viszonylag szerencsés kimenetelű volt, ahol mind a, a aki sértett, mind pedig a másik kutyának a gazdája ezt nyilván utána ki tudta tárgyalni és békésen rendezni az ügyet. Egyébként én azt gondolom, hogy alapvetően itt a telepen az én tapasztalataim szerint megfelelő komolysággal állnak a gazdák a saját kutyáikhoz. Viszont a hasonló esetek rávilágítanak mégiscsak arra, hogy érdemes egy ilyen tájékoztatót közzétenni. tenni.